A következő műsor megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó estét kívánok! Pénteken holdvilágos éjszakán címmel innen a Dóm térről egy opera-operett gála várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Ezért települtünk ki most ide, 10 év után ismét élőben jelentkezünk a Dóm térről. Ma este nem csak ide, hanem a nézőtér árnyékába várjuk a vendégeinket, hanem Szilágyi Dóra, a kolléganőm több más helyre is bekukkant. Szia Dóri, hol vagy most és mit látsz? Szia Tamás, köszöntöm a körút nézőit. Éppen most a színpad előtt vagyunk, és a mögöttem már zajlik a próba. Legközelebb egyébként a backstage-ből fogok majd bejelentkezni, ahol Cser Ádám karmesterrel és Ádám Zsuzsanna operaénekessel beszélgetek majd. Addig pedig Tamás, átadom neked a szót. Na várjuk majd, hogy Dóri kiket tud elcsípni. Holdvilágos éjszakán kiről álmodik a lány? Ma esti játék kérdésünk az, hogy kinek a művéből való ez az idézet, egy híres operett. Ha az operett címét is megmondják, az külön jó, de elég, hogyha a szerzőt megmondják. A helyes válaszolóink nyerhetnek 2 jegyet Varsányi Anna Anyák és Lányok című darabjára, a Városháza udvarára, ez július 12-én lesz. Nyerhetnek 2 belépőt erre, az Opera Operett Gála holnap esti előadására, és 2 jegyet az Elizabethre, amelyik július 16-án lesz itt a Dóm téren. Telefonszámunk most nem a megszokott, hanem egy mobil számra várjuk a helyes megfejtéseket, 0620 56 06 956, és most kezdődjön a körút kulturális rovata. Éppen, hogy véget ért a Kőszínházi évad, és már is indul a szabadtéri játékok. Mind a két játszóhelyen elkezdődtek már az előadások. Az újszegedi szabadtérin Demjén koncert volt, itt pedig egy ajándékkoncert volt július 1-én, és holnap pénteken itt egy opera-operett gála lesz. Ennek kapcsán vagyunk itt most, és ennek kapcsán itt van a vendégünk Barnák László főigazgató. Jó estét, köszöntelek! Úgy is, mint ennek a gálának a rendezője. Tulajdonképpen ez ilyen melegváltás volt, nem sok időtök volt pihenni. Így van, ugye a kényszerű zárás okán meghosszabbodott az évadunk, és egészen június 21-ig folyamatosan játszottunk a kis színházban is, és a nagy színházban még 27-én volt egy szimfonikus zenekari elmaradt koncertpótlás, és már másnap 28-án Zorán indította az újszegedi koncertsorozatot, tehát gyakorlatilag egy nap különbséggel befejeződött a színházi évad, és indult az a szabadtéri. És a szimfonikusok itt is itt lesznek majd a színpadon az Opera-Operett Gálán. Holdvilágos éjszakán, ez honnan jött ez a cím? Valami olyan címet kerestünk, ami egyrészt megidézi a műfajt, amiről itt szó lesz holnap este. A műsornak ugye 2 része lesz, az első az opera blokk, a második pedig az operett blokk. Ehhez kapcsolódik a Holdvilágos éjszakán cím inkább. Egy olyan operettről van szó, aminek most nem lőném el a címét, hiszen a kedves nézők éppen játszanak a jegyekért. Szoktunk segíteni. Annyit segítek, hogy az újszegedi szabadtéri színpadon lesz látható majd a Szegedi Nemzeti Színház egyik elmúlt évadának, most már beszélhetünk az elmúlt évadról, egyik legsikeresebb produkciója, amit Juronics Tamás rendezett, és júliusban láthatják majd az újszegedi színpadon ezt az operettet, zenés vígjátékot, hol ennek, hol annak apostrofálják ezt a művet, és ez volt az ihletadója, a címadója tulajdonképpen ennek az estének, már csak azért is, mert bízunk abban, hogy kegyesek lesznek hozzánk, és valóban egy holdvilágos éjszakán csendülhetnek fel az operairodalom és az operettirodalom legszebb klasszikusai, amiket szinte mindenki ismer és dúdol, de készülünk unikális újdonságokkal is. Hát a Holdvilágos éjszaka az valószínűleg lesz, bár a Superhold az elmúlt, mert azt hiszem szerdán vagy kedden volt Superhold, de azért még lehet, hogy holdvilág lesz. Hogyan válogattátok össze a közreműködőket, nem teljesen szokványosan évsor? Így van, a fellépők esetében nagyon fontos szempont volt az, hogy Szegedhez köthető művészek, előadók érkezzenek, hiszen például Rácz Rita szülei, Rácz Tibor és Fekete Kizi színházunk művészei, Rita is fellépett többször is a Szegedi Nemzeti Színházban és a szabadtéri játékokon is korábban, mint ahogyan a férje Haja Zsolt és a Simándi József énekverseny egyik győztese, ahogyan Ádám Zsuzsanna is. Tehát ők érkeznek a Magyar Állami Operaházból vendégként, és mellettük fognak fellépni egyrészt a Szegedi Nemzeti Színház énekművészei, az operatagozatunk jeles énekesei, illetve Vadász Zsolt is érkezik az Operett Színházból, hogy az operett műfajából is legyen egy
vendégünk Budapestről. Hát igen, tenor nélkül vagy bombivel nélkül nem lehet operettet játszani. Milyen színpadi keretben, milyen vizuális megjelenítéssel fog lezajlani ez a gála? Tóth Kázmér a díszlettervezőnk és szenikusunk, és Vámos Zoltán színházunk produkciós osztályvezetője ez, aki a vizuális tartalmakért felel, és egy olyan látványos előadásra készünk, egy olyan gálára, ahol ezekben a sokszínűen válogatott művekben nem csak a zenéjé lesz a főszerep, a Szegedi Szimfonikus Zenekarral és Cser Ádám karmester vezényletével, és akkor még egy fél mondatot mondanék Ádámról is, hiszen éppen tegnap volt egy közönség találkozunk a Rögpalotában, ahova Ádám még gyerekként járt zongorázni, tanulni, hiszen akkor ott még lakások voltak, és ott volt az a hölgy, aki ez ugye fölment, hát és ott vett... Szegeden nőtt fel, édesapja itt volt karmester. Így van, és a zenei tanulmányait is itt folytatta elsősorban Szegeden, illetve a zeneművészetén, tehát nála is nagyon jelentős kötődés van, és arra készülünk, hogy egy olyan látványos előadást csináljunk, ahol a zene mellett a vizuális tartalom is megpróbál valami pluszt nyújtani és elvarázsolni a nézőket. Az opera meg az operett rajongói azok elkülönülnek, vagy nagy átfedésben vannak szerinted? Azt gondolom, hogy van átfedés, hiszen a nagyszínpadi nagyzenés műfajoknál azért több olyan mű is van, például a Denevér, amelyet az operaházak is nagy szeretettel vesznek elő, vagy például lesz egy olyan különleges számunk, amit Rácz Rita fog énekelni, Bernstein Kandidjának a Kunigunda áriája, amit nagyon nehéz besorolni, hol operettként, hol musicalként apostrofálták, de a 2000-es évektől pedig Angliában is és az Egyesült Államokban is inkább operaházak veszik elő. Vagy hát van ez a régi bombó, hogy a zenés színpadnak három műfaja van, az opera, operett és lehár. Lehár is lesz. Így van, Lehár, Kálmán Imre, az opera klasszikusok között is, Rossini, a már említett Bernstein, de a nagy klasszikusok Verdi, Puccini is itt lesznek, Bizet részlet, sőt egy Wagner is felcsendül szépen szilveszter előadásában. Ugye, ha már holdvilágos éjszakán, akkor a dal az Est hajnal csillaghoz is el fog hangzani. Igen, az ide való. Egy évekig tervezgették, hogy itt lesz egy Tannhäuser majd a Domtéren, de aztán ez még nem valósult meg, lehet, hogy még valamikor. Talán mondjuk még el azt, hogy a Rögpalotában mindenféle kiállítások vannak, és aki a szabadtérire vesz jegyet, az ellátogathat a Rögpalotába is, és ingyenesen megtekintheti most azt a kiállítást, amire az ország különböző részeiből a kortárs képzőművészet legjobbjai több száz alkotással neveztek, és a kiállítás az még heteken keresztül látható lesz, sőt a Rögpalota előtt is van egy különleges kiállítás, ami a szegedi márkákat jeleníti meg, jelesül a PIK szalámi gyárnak van egy képzőművészeti kis kiállítása, de mondom az épület belül is látogatható a tárlat. Hát elkezdődött már a szabadtéri évad, ez augusztus 20-ai hétvégéig fog tartani, és talán megkezdődik a színház évad. Mikor pihen az igazgató? Hát az igazgató ilyen lopott egy-két napot tud találni magának, de időnként azzal töltődöm fel, hogy itt a környéken eszem egy fagylaltot, vagy nézem azt, ahogy a kollégák próbálnak, vagy én is beülök egy-egy olyan koncertre, mint amilyen tegnap is volt a Demjén koncert. Hát a sajnálom, mert nagyon örültem volna, hogyha láthatom, de itt voltunk és próbáltunk ahhoz, hogy pénteken minden a lehető legnagyobb rendben működjön. Na hát most 7:30 múlt, 9-kor kezdődik, akkor még kicsit tudsz pihenni. Köszönjük, hogy elmondtad nekünk ezeket. Köszönöm én is. Kedves nézőink, nem véletlen, hogy Barnák László a Rögpalotáról is kérdeztem, hiszen itt található a 42. nyári tárlat. Kántor Ágnes festőművésszel beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy ő, mikor bemegy egy terembe, akkor nem tud mindent megnézni, csak egy pár képet néz meg, amelyik megszólítja őt, és aztán majd később nézi meg csak a többit. ...127 művész több mint 130 alkotása látható a Rögpalotában. A kortárs magyar képzőművészet egyik legnagyobb seregszemlején egyaránt láthatóak figurális és geometrikus alkotások. A három fő zsűri is monitoron válogatott, 700 beérkezett alkotásból választottak ki a 130-at. A művek kétharmada festmény és grafika, de van néhány kis plasztika is. Két irányba bővülünk. Egyrészt a volt kiállítóink, tehát akik már kiállítottak, akár életmű kiállításon, akár csoport kiállításon, visszajönnek hozzánk a tárlatainkra, és egyre több olyan friss beadó is van, akinek a művével még nem találkoztunk, tehát fiatal alkotók. Azt kell mondjam a tárlatról, hogy rengetegen vannak köztük, akik most kezdtek fölmászni a hegyre, vannak köztük olyanok, akik már a csúcson vannak, és vannak köztük olyanok is, akik már lefele mennek a hegyről, de ebben az értelemben azt hiszem, hogy az így nagyon színessé teszi a kiállítást, nagyon színessé teszi a tárlatot.
Én most örömmel jöttem, hiszen most ebben van a teremben, ahol többnyire a geometrikus felfogású festőkortársai művei vannak. Én úgy gondolom, nagyon jó társaságban van ez az emlék, vagy memory című képem. Már ugyan korábban is volt egyszer, hogy Aknai János mellé akasztották, még amikor az Olasz Intézetben volt a nyári tárlat, de most ez újból előfordult. Nagy tisztelője vagyok a Jánosnak és az ő geometrikus felfogású városképeinek és egyéb dolgainak. Ez mindig nagyon izgalmas, és a rendezés dicséri, hogyha egy olyan aura alakul ki, ami az egyes műveket egy ilyen új kontextusba emeli, és emeli, ez ugye fontos. Hát én most nemrég járom itt körbe a termeket, és gyönyörű a kiállítás ismét, fantasztikus, amit itt az ember láthat. Úgyhogy nekem egy boldogság, hogy itt van a munkám, de ez egy olyan teremben, ahol barátaim is vannak, illetve hát mindegyik munka nagyon impozáns, és nagyon örülök, hogy itt vagyok. Ezeknek a tárlatoknak az az egyik fő pozitívuma, hogy újabb képeket kell, tehát hogy pár éves munkákkal lehet ide pályázni, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy az elmúlt egy-két évnek a termését, ugye a hazai művészeknek a legjavától meg lehet tekinteni. Tehát ez egyrészt mindenképpen jó, hogy így látom, hogy mi érdekel mostanában, de alapvetően én az az igazság, hogy egy picit mindig úgy nézek kiállítást, és bármilyen kiállítást, hogy megpróbálok lehető legkevesebb ingert beengedni, és akkor inkább megvárni, hogy mi az, ami megtalál engem. Úgyhogy nagyon, tehát ennyi munkát egyszerre én nem tudok megnézni nagyon, hanem azokat nézem meg elsőre, amik úgy nagyon megállítanak, és akkor utána majd egy másik alkalommal valószínűleg más dolgok fognak megállítani. Amit láttam azokból a képekből, egy nagyon szép anyag áll össze, mert vannak kimondottan figurális kompozíciók, de ezek is újak, tehát frissek, nem hagyományosak, ezért is nagyon tetszett. A modernebb képek pedig, akár konstruktívak, akár tényleg avantgárdok, neoavantgárdok, azok is nagyon jól mutatnak, mert az látszik benne, hogy a mostani művészek koncepciózus alkotásaikat adták be ebben a nyári tárlatban. Egy bariton és egy tenor a vendégünk, de mind a kettőjüket Zsoltnak hívják, reméljük ebből majd nem lesz kavarodás. Köszöntöm Haja Zsoltot, aki baritonista. Jó estét. És Vadász Zsoltot, aki pedig tenorista. Jó estét kívánok, szervusz, üdvözöllek. Az is összeköt még benneteket, hogy mind a ketten énekeltek operettet is, meg operát is, bár Vadász Zsolt most csak operettet. Igen, főleg most csak operettet, bár nemrég a Zsolttal a múlt héten találkoztunk egy operában, úgyhogy amiben például ketten játszunk, úgyhogy ilyen is elő szokott fordulni a Helység Kalapácsa című operában. Na, és ez egy új magyar darab, nagyon érdekes darab. Így van, Petőfi Sándornak a művéből készült, Kovács Adrián írta a zenét,
közben hátul ugye halljuk a fantasztikus próbát, ami már folyik mögöttünk a színpadon, és ebben az operában volt szerencsénk Zsolttal végre először együtt játszani, még nem debütáltunk soha. Múlt héten először, és most másodszorra újra. Így van. Itt viszont ez nem lesz a helyiségkalapácsa, majd talán egyszer valamikor a Szabadtéri vagy Újszegeden, de a Zsolt viszont a feleségével, Ránc Ritával énekel. Amúgy gyakran énekeltek Ritával együtt? Elég gyakran, bár az utóbbi időben az operában sajnos nem tesznek minket egy szereposztásba, de volt szerencsénk Don Giovanniba is együtt énekelni, Bohém életbe, Bűvös vadász című darabba. Főleg inkább ilyen koncerteken raknak minket össze, mint páros. Na ezt akartam mondani, hogy koncerten egyszerűbb. Most viszont egy duettet énekeltetek a Bajadzókból, ami Ritának nem is énekelte még ezt a szerepet, és viszonylag ritka egy ilyen bariton-szoprán duett azért az opera. Igen, színpadon. Szerintem ez az opera irodalom egyik legszebb duettje. Valóban még nem énekelte Rita, hiszen az egy kicsit azért magasabban van, de én azt abszolút ösztönöztem erre, hogy koncerten nyugodtan el tudjuk énekelni hangosítással, és hál' Istennek nagyon tetszik neki, nagyon szereti, nagyon jó fekszik a hangjának, és hát külön öröm azt, hogy a feleségemmel énekeltem ezt a duettet. Te viszont a Marica grófnőből énekelsz egy részletet, de azt szokták tenorok is, meg baritonok is énekelni, és most így fel van osztva a két sláger, úgy láttam. Hát igen, én a Marica grófnőből a Pesti nőket fogom énekelni, illetve a Csárdás királynéből az Emlékszel méget, illetve a Vígözvegyből az Ajka zajkont. Hát tulajdonképpen ezek Bon Viván szerepek, azt lehet mondani végül is. Főleg tenor kell hozzá, de bariton is van, amit el tud énekelni. Kálmán Imre és Leál Ferenc a két óriás, melyiket szereted jobban, vagy lehet különbséget tenni? Nem nagyon tudok különbséget tenni, mind a két szerzőtől rengeteg darabot énekeltem, elsősorban operett Bon Viván vagyunk, tehát operában tulajdonképpen kirándulásokat tettem, vagy teszek folyamatosan. Imádom magát a műfajt, nagyon szeretem az összes szerzőt. Kálmán Imre és Leál Ferenc olyan két meghatározó egyénisége a magyar operettjátszásnak, akik között igazán különbséget nem lehet tenni. De az is jutott eszembe az opera, mert hogy épp a Parasztbesetet, amit most Ötös Roland énekel, azt te énekelted Miskolcon is. Így van, azt énekeltem Miskolcon is, illetve Pilzenben is annak idején. Hajas Zsolt viszont kacérkodott a Bon Viván szerepkörrel, épp ezen a színpadon egy pár éve. Ez így van, a Mágnás Miskában énekeltem itt legutóbb a Szegedi Szabadtéri színpadon, és hát azóta is volt szerencsém énekelni kettő Bon Viván szerepet. Te voltál a Bahacs. A Barács, igen, az itt volt, és ezen kívül Edwint énekeltem, illetve Mr. X-et a Cirkusz hercegnőből. És ez ilyen kirándulások, vagy pedig gondolkodsz a váltáson, vagy miért jó ez a Nem gondolkodok a váltáson. Régen azért megesett, megfordult a fejemben, hogy, illetve mások fejében is, hogy ki kellene próbálnom magam tenorként, de én azt gondolom, hogy ez az én igazi erősségem, vagy nem tudom mi, hogy ez a lírai bariton vonalat képvisel, amit Magyarországon is. És vannak átfedések természetesen. Most például voltam múlt héten Bukarestben, Debussy Pélias is Menison című operájában a Péliászt alakítottam, ami szintén egy ilyen bariton-tenor közötti lágé. Uh-huh. De azt hiszem, hogy ez nem zárja ki azt, hogy akár egy bariton is el tud énekelni egy-két Bon Viván szerepet. Egy ilyen hatalmas színpadon, mint a Domtér, máshogy kell énekelni, játszani, mozdulni? Hát nyilván egy picit mindennek vannak trükkjei, vagy mindennek van, megvan, hogy kell csinálni. Hál' Istennek többször énekeltem már a Szegedi Domtéren, volt alkalmam az egy év Velencében játszani, illetve talán 10 évvel ezelőtt a Cigány szerelmet a Béres Attila rendezésében. Persze nyilván, mivel nagy a tér, tehát mondhatjuk azt, hogy mindent ugyanúgy kell játszani, mint a kis színpadon játszanánk, mégis egy picit, hogy a nézőnek megfelelő élménye legyen. A hangélményről természetesen gondoskodnak a hangosító kollégák, de a látványban egy picit talán emeltebben, elemeltebben kell játszani, mint egy kisebb kőszínházban. Hát igen, hogy messziről is látszódjon. Így van. Pályátok mondjuk nem az elején, de még a közepe előtt tartotok, ahogy így végignéz rajtatok az ember. Van olyan szerep, amire még nagyon vágytok, vagy amit most? Számomra nincs. Hála a jó Istennek elárasztanak szerepekkel, úgyhogy mindig az aktuális szerep az úgymond szerepálmom, amire éppen készülök. Szóval így kimondottan nincs azért számomra szerep. Ezért eléggé sokrétű szerepeket énekelsz, már a lirai baritonokat is, de például a Pet Urbánc is szoktad énekelni. Igen, van, amikor kicsit kikacsingatok egy kicsit drámai szerepek felé is, vagy mélyebb szerepek, vagy éppen magasabb szerepek felé. Hát szerencsére megtehetem is, hogy gondolnak rám olyan szerepekbe is, akár nem tudom, a hangvételem miatt is, vagy a kinézetem miatt, akár. Tenor szerepbe?
Tenor szerepben is tulajdonképpen ugyanezt mondhatom el, én is gyakorlatilag mindent eljátszottam, amit szerettem volna, minden talán már többször is. Hál' Istennek a pálya ilyen szerencsésen alakult, én hálát kell adni a jó Istennek, hogy így alakult, és mindig, nekem is mindig az a szerepálmom, amire tulajdonképpen készülök, mindig nagyon mindent nagyon komolyan veszek, és egy olyan szerep talál meg, amit több egyszerre kell már eljátszanom egy más rendezésben, azt is mindig megpróbálom magamban újra értékelni. Újra is értékelem, és mindig egy kicsit más oldalát próbálom a szerepnek megmutatni. Terve, vagy gondolkodsz még azon, hogy az opera színpadra visszatérsz, vagy ott van olyan szerep, amit szeretnél opera még opera színpadon, mondom, a kikacsingatásom folyamatos, tehát jövő évadban is fogok játszani, például Liberecben, Janácsek Janufájában Stevát, de elsősorban az igazi szerelem, ami nálam, vagy legalábbis a pálya így alakult, az operett. Hát mind a kettő egyébként ugyanazt a hangvételt kívánja, tehát klasszikus éneklést. Abszolút ugyanaz a technika, szóval nincsen szerintem legalábbis kettő között különbség egyáltalán. Mármint az opera, meg az opera? Igen, sőt sokkal jobb az, mikor egy igazi operás hang, mint a Zsolt énekel operettet. Tehát szerintem az sokkal nívósabb, vagy sokkal ütősebb tud lenni azért. Van, amelyik opera énekes azért nem szeret operettet énekelni, vagy mondjuk olyan zingspielt, mert hogy beszélni kell, aztán meg énekelni kell, beszélni kell, aztán énekelni kell. Hát ez való igaz, hogy szerintem sokkal összetettebb az operetnek a műfaja, szóval ott azért több mindenben jónak kell lenni, úgymond, mint színészileg, mint prózában, mint pedig énekben. Tehát sokkal... Azért ez ma már ugyanez az operáról is elmondható, hiszen a ti műfajotokban is, vagy hát igen, az igen. Opera műfajában is most már nagyon fontos, hogy ne csak hang legyen, hanem valamiféle színjáték igen. És játék. Ezeket a gálaműsorokat is szeretitek, vagy azért az igaz élvezet, amikor szerepet vagy eladást kell énekelni és játszani? Hát a részemről mind a kettőnek megvan a maga helye a szívemben, hisz az előadás az azért fontos, mert egy szerepet játszik az ember, egy konkrét szerepet, egy figurát, egy karaktert tudunk A-tól Z-ig végigjátszani. Egy gálában viszont az a legszebb, hogy az operett, illetve az opera irodalom legszebb slágereit tudjuk 2 vagy 3 órába beresűríteni, és tulajdonképpen az egésznek a színét, egésznek a javát tudjuk a közönségnek adni. Köszönjük, hogy eljöttetek, és akkor most elengedünk benneteket, mert hát még van egy kis idő azért a... Mi is köszönjük szépen. Azért a próbáljuk, és mit kell kívánni? A farkas szájába, azt mondják az olaszok. Hát, bokalupo. Igen. Egy bokalupo mindenkinek. Igen, de azt hallottam, hogy ez voltaképpen azt jelenti, hogy a farkas az a kis farkast vitte, és hogy az egy nagy óvó dolog volt. Igen, tulajdonképpen az anyafarkas viszi azt hiszem a kisfarkast, és olyan nagyon óvatosan fogja meg a nyakát, tulajdonképpen szeretettel és menti, és igen. Átsegíti egy új hétre. Úgyhogy talán minket is átsegít a jó Isten most ezeken a kihívásokon, igen. Ami ma este vár ránk. Na, akkor én bokkalupo. Toj. Köszönjük szépen. És akkor most a nyári tervek. A Dórit kapcsoljuk. Dóri, itt vagy? Így van, itt vagyok a backstage-ben, és vendégem is van, Cser Ádám karmester. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Mit gondol, hogy érzi, hogy állt össze a zenekar? Hát a zenekar az nagyon stabil és nagyon jó. Én nagyon szeretem a szegedi szimfonikusokat, és hát nem volt túl sok időnk erre a műsorra, de azt hiszem, hogy nagyon szépen felkészültünk, úgyhogy nagyszerű. Bocsánat, mi volt a legnehezebb a felkészülésben? Hát ugye minden egyes darabnak, főleg egy ilyen gálán, azért ez egy nagyon speciális dolog, hogy nagyon sokféle operából válogattunk, nagyon sokféle operettből, és azért mindegyik darabnak, mindegyik stíluskörnek, mindegyik operának és szerzőnek megvan a saját nyelvezete, és hát így egy csokorban ugye azért ezeket mind máshogy kell játszani, máshogy kell hozzányúlni, és azt hiszem, hogy ezek a gyors átállások, illetve stílusfogalmazások, dinamikák, mindent máshogy kell olvasni, talán ez a legnagyobb nehézsége. Úgy tudom, hogy karmesterként most először vezényelít a szegedi dómtéren. Milyen most ez? Igen, valóban így van. Sokat voltam már itt, sokat énekeltem, egészen 97-re mehetek vissza. Az volt az első alkalom, hogy itt álltam a színpadon, és aztán évekig minden nyáron operában énekeltem, és a kórusban. Aztán Pestre kerültem karmesterszakra, és 2010-ben pedig úgy jöttem vissza, mint a korepetítor, és akkor már zongorán segítettem a munkát, illetve egy-kétszer álltam az árokba, azért, hogy meghallgassák kívülről, hogy szól a dolog. De valóban ez most az első ilyen alkalom, és hát nagyon izgalmas, és nagyon, nagyon jó érzés, mert hát, hazajövök ide, tehát hogy nekem ez az otthonom tulajdonképpen.
És hogy emlékszik vissza a legeslegelső alkalomra, 97-re? Hát elképesztően izgalmas volt. Összekötődik egy másik élménnyel, ami szintén a Dómban volt, itt mögöttünk. Az Éneklő Ifjúság egyik hangversenyén énekeltünk, és volt egy mű, ami orgona kísérletes mű volt, Ifjúzen barátok kórusával énekeltünk, és valahol elúszott a basszus szólam, és én egyszer csak beléptem jó helyen. És akkor Gyüdis Anyi ezt meghallotta, és meghívott a Vaszi kórusba, és ezáltal kerültem be az első opera produkcióba, ami az Aida volt 97-ben. Monumentális díszlettel fantasztikus előadás volt, tehát hogy 120 tagú kórus volt, óriási nagy munka volt, és hát nekem elképesztő élmény volt egy ilyen sodorba beállni. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy kis patakon szokom meg a folyó létét, és aztán egyszer csak beszállok a Dunába, vagy nem tudom. Szóval egy nagyon lehengerlő volt, és nagyon, nagyon nagy élmény volt. És mindössze 18 évesen? Igen, igen, akkor volt az első. És aztán valahogy tényleg nagyon jól alakultak a nyarak, mert sok élményt szedtem itt össze, és sok mindenben vettem részt azok után is, mint kórustag. És ugye most a szegedi szimfonikusokkal dolgoznak együtt, hogy találták meg a közös hangot? Hát velük már több koncertem is volt, filharmoniai meghívás, illetve önálló koncert, bérletes koncert is. Én a karmesteri diploma hangversenyemre a szegedi zenekart kértem föl 2010-ben. A Zeneakadémián volt a diploma hangversenyem, ott saját első szimfóniámat mutattuk be, és Mahler 9. szimfóniát. Jó, bitang nehéz műsor volt, de nagyon, nagyon jól vették, és nagyon tudtunk együttműködni, és valahogy az egész viszony köztünk azt gondolom, hogy nagyon családias. Tehát ismernek, tudnak engem, tudják, hogy ki vagyok, mik az igényeim, mik a mániáim, minden karmesternek vannak mániái. És én is nagyon szeretem őket, tehát emberként is, és muzsikusokként is, úgyhogy mindig jövök, ide jövök, akkor körbenézek, mosolygok, és azt mondom, hogy de jó látni titeket, tehát hogy nagyon, nagyon jó. Még egy utolsó kérdés, nagyon kevés időnk van, mert de egyszer egy beszélgetésben azt mondta, hogy egy teljes operát is szeretne itt a Szegedi Dómon, vagy a Szegedi a Domtéri színpadon vezényelni, melyik mű lenne az? Hát konkrét művet nem mondanék, inkább stíluskört. Valóban, hát ez ugye egy karmesternél szerintem ez egy nagyon kézenfekvő álma, hogy teljes operát vezényen. Abban a fogalmazás azért nagyon komplex és nagyon fontos, tehát a karmester személyisége és az igényei az, hogy hogyan szólaljon meg a dolog. Inkább azt mondanám, hogy a szecesszió korából, tehát akár Richard Strauss, Puccini, kicsit korábbra visszamenőleg Wagner, úgyhogy késő romantika és a 20. század eleje, ami nagyon érdekel, és ennek az opera világa, ami számomra igazán fontos. Minden más mellett természetesen. Tehát, hogy... Nagyon szépen köszönöm, engedjük is vissza főpróbára, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Mi pedig már annyit beszéltünk erről a műről, hogy nézzünk is meg egy részletet a darabból, ugyanis Verdi trubadúrját már többször játszották itt a Domtéren. Ádám Zsuzsanna most Leonóra áriáját énekli, és ezt a felvétel pedig szerdán, a szerdai próbán készült. Thank you.
Vendégem a Holdvilágos Éjszakán című esnek újabb két szereplője, Kónya Krisztát és Vajda Julit köszöntöm, jó estét, sziasztok! Jó estét kívánunk! És többek között úgy lehet átkötni, hogy mind a ketten énekeltétek ezt a Leonórát. Nehéz szerep? Hát, bizony, feladja a leckét. Nehéz szerep, és én nagyon szerencsés vagyok, mert én még énekelhettem ebben a Ines szerepét is, és akkor Júli volt Leonóra, és megfigyelhettem egészen közelről. A nehézségeket. De most ezen a gálán viszont operettet énekeltek csak. Ti választottátok, vagy kértetek ezekre a számokra? Hát kaptuk a feladatokat, de hát nem állt távol tőlünk egyik se, hiszen ismerjük ezeket az operetteket. Igen, de érdekes módon nem azokat a feladatokat kaptuk. Én legalábbis nem azt, amit legutóbb az operett gálán énekeltem bent a színházban, hogy kicsit kevertek a műsoron, és így például énekelhetem Marica belépőjét, amit oda bent nem, illetve sem a szerepet, sem a színházban nem énekeltem még, úgyhogy ennek nagyon örülök, de épp azt néztük Julival, hogy tulajdonképpen bármelyik dalt adhatták volna, mert az egész repet. Ha egy operaénekes egy úgymond vidéki társulathoz szerződik, akkor szinte kötelező, hogy operettet vagy musicalt is kell énekelnie. Van, akinek ez teher, van, aki meg nagyon élvezi. Szerintem mindenkinek nagyon jó lecke, nagyon sokat lehet tanulni rajta, és tényleg a vidéki társulatoknál, ha ide valaki bekerül, akkor ha szereti, ha nem, kap, és azt hiszem, hogy meg fogja szeretni. Én legalábbis úgy kezdtem, hogy nagyon nem szerettem, de nem volt mit tenni. Kislányom, be kell ugrani, gyerünk, csináld, miért ilyen béna vagy, miért nem tudsz táncolni, tessék, korepetálni. Igen, és ez egy nagyon, tényleg nagyon jó, tehát mindent az ember sokkal jobban megtanulja a színpadi létet, mint hogyha csak operába kellene beállni, mert azért összetettem műfaj az operett jóval. És az operettnek azért szerintem van egy nagy előnye az operával szemben, hogy az operák nagy részében ott fiatal emberekről szólnak a történetek, de az operettben mindig van egy középkorú szerep is, meg egy idősebb szerep is, ott sokkal tovább lehet játszani ezeket a műveket. Hát igen, én is ezekben a szerepekben lubickolok már, ugye, nagymama, gonosz mostoha, dédi, anyuka, és szerintem nagyon jó karakterszerepek, és valóban, ahogy mondod, operában kevesebb ilyen anyuka szerep van, viszont az operettekben mindegyikben van egy ilyen kis figura. Lesz Lehár is, meg Kálmán Imre is, meg Strauss is. Ezt lehet rangsorolni őket, hogy melyiket szeretitek a legjobban? Hozzám a magyar szerzők állnak inkább közelebb, elsősorban Kálmán Imre, de Lehár Ferenc is azért, mert az sokkal inkább operai igényű énekelnivaló. Igen. Hát természetesen lelkileg a magyar szerzők állnak hozzánk közelebb, de én például 10 évig turnéztam Németországban Strauss művekkel, úgyhogy elég jól megismerkedtem velük, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz technikailag Strauss-t énekelni, mert nagyon hangszerszerűen van megírva az énekszólam. És nagyon jól kell tudni a német szöveget, és nagyon jól kell ritmizálni a Straussokban. Hát nem véletlen, hogy a Strauss operetteket úgymond, azokat sokszor az operaházak játsszák, és operaénekesek éneklik a szerepeket, különösen a denevért. Mind a ketten tanítotok is. Az operettet sokan nem tartják annyira a korszerű műfajnak. A fiatalok hogy állnak ehhez? Én minden műfajt tanítok a tanítványaimnak. Szerintem először is meg kell, hogy ismerje, ha a pályára jön, ha nem, akkor meg főleg. És egyik is jó, ahogy beszéltük az előbb, hogy meg lehet tanulni a színpadi jelenlétet, a kifejezésmódot, a stílust. És akkor ezzel csak nyer, akár mi is lesz belőle, vagy akár mi mellett köt ki, milyen műfaj mellett köt ki. Meg a fiúkkal arról beszéltünk, hogy sokan nem szeretnek beszélni és énekelni, meg ezt váltogatni, vagy az operaénekes néha nem szeret megszólalni. Igen, hát ez igazából, hogyha az ember a beszédet is ugyanúgy előre teszi, mint ahogy az éneklést is, de a hangképzés közben kellene szólni, akkor azért szépen akkor össze lehet mint hozni. Igen, úgy szépen össze lehet hozni. A tanításra visszatérve, én mondjuk kisebbeket, tehát én fiatalokat tanítok, tiniket, mondjuk a középiskolai korosztályt, ők most nem nagyon szeretnek operettet, vagy nem nagyon akarnak operettet, inkább musicalt szeretnek énekelni. Tehát a klasszikus hangképzés mellett
mellett, meg a kötelező klasszikus darabok mellett, hogyha választás elé állítom őket, akkor inkább a musicalt választják meg a könnyebb műfajokat, de azért hál' Istennek akad egy-két. De azért egy-két. Hallják meg, van, aki igen, énekel operettet. Megmutatom is a lehetőséget. Igen. Na de az sem véletlen, hogy például a Budapesti Operett Színházban ott a musicalt és operettet teljesen felváltva énekelnek, és nagyon sok, a legtöbb művésznek mind a kettőt kell tudni. Így van, és nagyon jó dolog szerintem. Itt a... Igen? Igen, hát pedig hát részebbről ugye, tehát a musicalt ezt másképp hát, kell énekelni. Stílus. Hát nyilván technikában is egy kicsit igazodni kell, de azért ez ugyanolyan, mint a klasszikus balett. A klasszikus baletten alapszik a modern balett is, tehát hogy az én hangképzésben is ez ugyanígy van. Mert mondjuk, hogy szerencsés vagyok, hogyha azt nézzük, hogy a Chicagóban Mary Sunshine-t, azt nyugodtan maradhatok klasszikus hangképzésben, igen. És akkor mégis elmutatom, hogy egy musicalben énekeltem, és nem kellett technikának változtatnom. Na ezt akartam mondani, hogy te most benne leszel a Chicagóba. Igen. Mi ez a szerep, amit csinálsz, és mennyire szereted? Mary Sunshine, hát a Star Reporter. Én szeretem. Ez ugyanúgy, mint az összes többi szerepet, egy kicsit próbáltam a saját magamra formálni, mert ugye én akkor érzem jól benne magam, hogyha azért mindegyik szerep egy kicsit Kónya Kriszta. Tehát, és biztos, hogy ez sokféle Mary Sunshine létezik. Úgy, ahogy tavaly ezt le is nyilatkoztam, hogy én egy naív nő vagyok, aki mindent elhisz és jó hiszemű, de azért... Nyilván, hogy a háttérben ott dolgozik az a kis ördög, ami mondhatom, hogy minden riporterben, tehát mindenki megkerüli a témát, és megpróbálja igazából a mélyére nézni a részleteknek. Viszont korábban a Szegedi Nemszínházban meg Vajda Júli volt ez. Igen. A... Igen, én öltönyös voltam, lesimított hajjal. Igen. Sándor János, aki azt mondja, a musical, úgy mondja, igen, nagyon igen, megjegyeztük, igen, de ő vezette be ezt a műfajta a Szegedi Nemzeti Színházba, igen, és így van, nagy sikereket játszottatok. Veszály sztorit, a Hert, a Jézus Krisztus, tehát szépen sorra vette a nagyokat. Mennyire szeretitek ezeket a gálákat, vagy inkább vagy jobban esik egész szerepet énekelni? Szerintem ez nagyon hálás dolog, gálát énekelni. Mert énekelheted a kedvenc dalaidat akár, vagy énekelhetsz egy olyat, amit nem szoktál. Igen, ez ilyen szempontból igen, és egy estén belül többfélét el lehet énekelni. Én mégis jobban szeretem a szerepet, tehát úgy eltölteni egy estét a színpadon, hogy egy szerepben vagyok, és azt végigvezetem. Tehát van eleje, vége, nem az, hogy egy-egy dal kiragadva, ez bizonyos szempontból azért nehezebb is, hogy rögtön megteremteni annak a hangulatát a dalnak. Úgyhogy mint mindennek van jó oldala is, és rosszabb oldala is, vagy kevésbé jó oldala. De most ez érdekes, mert a színpadon éppen a Vadász Zsolt énekli a Mr. X-et, hogy hisz nem vagy más, csak komédiás. Igen. És hogy komédiázni, azt kell csinálni, amit éppen kérnek. Igen. Most nem is tudom, kimesélt a rádióban a Kismanyit, hogy az milyen nagy színésznő volt, és hogy a kérdezteket, hogyan építi fel a szerepét, és mondta, hogy hát megtanulom a szöveget, és aztán elmondom a szöveget. Sokan a színpadi művészek nem annyira tudatosak, és mégis zseniálisak, vagy olyas tudatok, mint mások nem. Hát azért most már a rendezők eléggé megkívánják, hogy az ő elképzelésük valósuljon meg. Tehát azért itt nem nagyon lehet kilengeni. Tehát mind elfogadják az ötleteket, de azért az utolsó szó az mégis a... Mégis a rendezői. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, és akkor elengedlek benneteket még majd köszönjük. A próba hátra lévő részébe, és Dórinak pedig vendége van, Ádám Zsuzsának, akinek meghallottuk a énekhangját, most a beszédhangját is meghalljuk mindjárt. Így van, itt vagyok Ádám Zsuzsánánál, aki éppen készül a főpróbára, és neki egyébként nem ismeretlen a Domtér, hiszen 2019-ben Ajdaként debütált. Jó estét, köszöntelek itt a sminkelés közben. Sziasztok, köszönöm a kedves nézőket is. Mennyire szereted, ha sminkelnek? Ilyen felemás érzéshez szeretem, ha az alapot megadják, de például rúzsozni magamat, meg a szemöldökömet, szóval, hogy én azt szeretem magam csinálni. Szóval kicsit el vagyok szokva ettől a luxustól, őszintén szóval, mert az operázban azért az egy kicsit gyorsabb tempóban nyomjuk nyilván. Mennyire gyorsan tudod magad kisminkelni most már, mennyire megy a rutinból? Gyorsan tudom magam szerencsére kisminkelni, és elég ugyanazokat alkalmazom, úgyhogy jó rúzs, szép szempilla, úgyhogy nem vagyok egy bonyolult alkat ilyen szempontból. És mennyire szoktál izgulni egyébként előadások előtt? Ez nagyon változó, ez nagyon függ attól, hogy új a darab,
vagy énekeltem már, függ attól, hogy hol van, de mindig izgulok. Tehát nem is tudom, melyik nagy színész mondta, amikor már nem izgul az ember a színpadra menés előtt, ott abba kell adni a dolgot, és ez valahogy tényleg így van, amikor nem érzi az ember, hogy tétje van valaminek, akkor már rutinból érzi, hogy csinál valamit, akkor tényleg el kell gondolkodni. Az Ajda előtt mennyire izgultál? Az egy nagyon érdekes állapot volt, nagyon-nagyon izgultam, de egy annyira segítő közeg vett körbe. Nekem ugye a Gallerika most már abszolút a legjobb barátom is, tehát hogy ő egy olyan, muszáj kiemelnem, hiszen akkor ismerkedtünk, olyan támogatást kaptam tőle is, meg a többi szólistától, hogy mire jött a premier napja, megmaradt egy egészséges izgulás csak szerencsére, úgyhogy ez nagyon, nagyon szerencsés időszak volt. És milyen egyébként a Dom téren kimenni a színpadra, amikor már megtelt a nézőtér? Hú, hát az egy csodálatos érzés, főleg mivel valahogy az Ajda, ugye a csillagos ég alatt azok a Verdinek azok a egyiptomi, bocsánat, az én keleti motívumai, az valami egészen varázslatossá tették szerintem ezt az egész atmoszférát, tehát valahogy nagyon egyé tud válni az ember azzal, hogy ő van, meg az a 4000 ember az egy ég alatt, szóval ez nagyon-nagyon specifikus helyzet. És ugye, ha már Verdi, akkor most is egy Verdi darab, illetve egy Puccini, ha jól tudom. Mi a különbség a kettő? Más gondolom, választani nem tudsz közte. Hát most tudok választani még. Most egyelőre még Verdi a favoritnál, de valószínűleg azért, mert úgy hozta az élet, hogy főleg azokat kell énekelnem. Én ebben nagyon megtalálom. Az egy jó értelemben, semmiképp nem lecsupaszítva, egy nagyon jó értelemben egyszerűbb olasz zene, de pont ettől nehéz, mert ott az egyszerűségben ugye mindig könnyebb hibázni, ez az félrenézi az ember, csodálatos. Puccinibe, én most debütáltam Toszkaként, az volt a második Puccini szerepem az Operaházban. Ott meg az a nagyon nehéz, hogy meg annyira árad a zene, annyival vastagabb a zenekar, hogy egy az énekest is el tudja jobban vinni a hív, meg figyelni kell arra, nem tudom, hogy a vastag zenekar mellett azért az ember ne énekelje túl, vagy meglegyen a kontroll, na ez a jobb szó, hogy megtartsa a kontroll. De mind a kettő csoda ezen, úgyhogy igen, mégsem tudok választani. Beszélgetünk már Szegedről, de hát azért nem ez az egy város, ami meghatározza az életedben, hiszen Kecskeméten születtél, ha jól tudom, akkor alapdiplomát Pécset, és mesterdiplomát szereztél itt Szegeden, igen, illetve igen. Most Mannheimben dolgozol. Igen, most jött a felkérés, igen. Igen. Hol van az otthon? Fú, hát nem is tudom. Mindenhol. Ahol nekem, én mindig azt mondtam, hogy az ember rendben van magával, a megbecsült valahol, megbecsült munkáknak a partnere vagy tulajdonosa, akkor mindenhol otthon tudja érezni magát. Nyilván Pesten van a székhelyem, mert sokat éneklek az Operaházban, Kecskeméten vannak a szüleim, de Mannheimban kezdődik el nekem egy tagság, úgyhogy mindenhol. Cser Ádámtól már megtudtuk, hogy ő neki mi az álom munkája. Neked van-e valami vágyott mű darab, amiben szeretnél dolgozni? Van, pont most csináltak valami interjút, és ott mondta nekem a Janecsek Janufának a címszerepe. Szóval ez semmi olasz, de hogy nekem szerintem ezt egy kelet-európai ember, egy szláv ember nagyon, nagyon érzi ennek a mikroközösségnek a jó értelemben nyomasztott, gyönyörű erejét, amiről ez a darab szól. Az egy vágyam van. A többit meg majd hozzá a jóisten. Így legyen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát csak sikert kívánunk. Mi pedig megyünk tovább, ugyanis július utolsó hétvégéjén ismét bevonul a Dom térre Roxy Hart, Velma Kelly, Morton Mama és Billy Flynn is. Megcsalás, megcsalás, árulás, házasságtörés, meg gyilkosság, meg erőszak, és politika, média, szegénység. Vagy ezt már mondta? Hát, hogy én milyen vagyok? Hát akkor csillagszórok! Jó szórakozást kívánok! Kálmán Eszter díszlettervezőnek volt egy szerintem korszakalkotó ötlete, amikor azt mondta, hogy a börtön maga, ugye ebben nagyon sok helyszín van a börtönben, a darabban, hogy a börtön maga azt lehet tágabban, metaforikusabban értelmezni, és akkor az legyen egy panelrengeteg. Csúszas egy kis dohány, a legjobb.
mától. Rendek jól és minden segget alától. Adj mamának kislány, kapsz a mamától. Amikor egy személyiséget kell behozni, aki ritkábban jön be, és azokból a kevés kis bombonokból kell kiderüljön, hogy ő milyen, és abból adódik össze, akkor az kicsit nehezebb feladat, de én bízom abban, hogy talán a személyiségem kiforrok már annyira, hogy talán már az elején meg tudom ezt a Morton mama kettőségét mutatni, akár tényleg már rögtön az elején is, hogy kiderüljön, hogy azért a vasfegyelem mögött azért egy arany szív lakozik. Egy szimpla házi asszonyból ma én leszek Roxy. A Béra hírnévnek nem áll. Lesz suttogás, elismerő, hogy hú, hát gyilkos ez a nő. Roxy Hart. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez egy más fajta Roxy legyen. Bár nem, mintha annyiféle Roxyt láttam volna, de annak örülök, hogy igen, valahogy belőlem indul, vagy az én saját tapasztalataimból. Paródiává vagy önironikus alakká váltam én itt, amit értettem, csak először nem nagyon működött. Tehát kiléptem, és mint operaénekes szépen elénekeltem, eljátszottam a dolgomat, de az, hogy egy kicsikét nagyítsam fel ezeket a dolgokat, főleg már, hogy a színpad adottságaiból is adódóan, tehát nem elég ezek a kis gesztusok, amiket megtettem, hanem a rendező kérte, hogy sokkal nagyobb mozdulatokat, ez szinte paródiává nője ki ez a dolog magát. A lányt úgy hívják, hogy Kitty. Hello Kitty. A másik neve fogalmam nincs. Mindegy. A lényeg, hogy Kitty örökölt. Nagyon sokat, még annál is többet. Hogy kitől? Hát a 47 évvel idősebb férjétől. Építőipar, műtrágya, vagy filmipar, mindegy. A lényeg, hogy most egy Harry nevezetű pasassal élnek együtt valahogy Chicago éjszakon. Harry általában az ágyban, ugyanis Harry lepedő akrobata. Ez az egész, amiről szól a média hatalma, a médiának a manipulatív hatalma, ez a hirtelen szerzett hírnév, influencerek, hírességek, stb. Ez azért az én életemnek, az én karakteremnek, az én figurámnak is része, úgyhogy ez egy nagyon érdekes ilyen önreflexív dolog is, nagyon sokszor ironikus, önironikus, amit én nagyon szerettem. Nem szimplifikáltan játszani egy figurát, hogy alapvetően végigmenve, hogy ő ilyen és olyan mindenki átgázol, és mindenkiről csak a pénzt húzza le. Uh-huh. Szóval amire az emberek a szakmájukba legelőször felesküdtek, azért az ott maradt. Valamilyen olyan mondat, ami tudja, hogy minden pillanatban áthágja. Mit nekem külföldi külsejem, mit számít a külsejem, s reklam sem nap. Én nem az érzéki vágyról beszélek, annyiféle vágy van, ami engem hajt, az az igazság utáni vágy. Az emberi vágy, hogy segítsek a... Hát ez hihetetlen, hogy mindig kimegy a fejemből valahogy ezen a ponton, hát lehet, hogy a korral jár, hát segítsél már, édesem!
A Chicago ősbemutatója 1975-ben New Yorkban volt, azóta nagy sikerrel játsszák a világ minden részén. Itt a Szegedi Szabadtéren is nagy siker volt tavaly, és idén is valószínűleg nagy siker lesz 3 előadáson. Itt van velünk a darab egyik szereplője, Jakab Tamás, és díszlettervező Pap Janó. Jó estét! Jelmez, bocsánat! Semmi gond. Szóval... Visszajött ez a darab tavalyról, ilyenkor már könnyebb felújítani, vagy ugyanúgy meg kell dolgozni érte? Ugyanúgy meg kell dolgoznunk érte, minnyájunknak. Gondolom Janónak is azért, mert valaki hízott, van, aki fogyott részünkről, meg hát föl kell újítanunk ezt a szöveget és a szerepet. Most nem igazán magamról beszélnék, hanem ez a darab, ez egy nagyon nehéz musical. Tehát itt nagyon kell tudni prózát mondani, és nagyon tudni kell énekelni a lányoknak, a fiúknak is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj. Aki hízott, vagy fogyott, vagy átalakultott, egy kicsit át kell alakítani a jelmezeit? Lesz ilyen, hát Márk konkrétan már jelezte nekem, hogy ő 14 kilót fogyott akkor, most lehet, hogy azóta még többet. Úgyhogy ő már mondta, hogy új ruhatárat kérek, és akkor mondta az igazgatórnak, és akkor az igazgatór mondta, hogy inkább visszahízlaljuk. Úgyhogy nem tudom, mi lesz, de egyelőre most örülünk annak, hogy jól néz ki, és jól érzi magát. Természetesen ilyenkor most a Varoda rendelkezésre áll, hiszen mióta összevont a Szabadtér és a Színház, azóta a Színházi Varoda látja el tulajdonképpen azokat a teendőket, amit eddig kiadtunk külső varodáknak, és várják a pillanatot, hogy megérkezzenek a művészek, és de hogyha egy színész mondjuk ilyen 10 kilót fogy, vagy híz, vagy valami nagyobb átalakuláson megy kezdve, nem csak a ruha újak, akkor valahogy a figurát is át kell gondolni, vagy egy kicsit megváltozik a karakter, nem? Igen, hát szerintem egy színész ne hízzon 10 kilókat. Hát ha fogy, akkor egyszerűbb a dolog. De visszatérve erre, hogy itt nagyon észnél kell lenni egy ilyen musicalnél, szóval a szereplőknek nagyon... Az, hogy egyáltalán találtak egy ilyet, hogy a Cakó Júlcsi, vagy az Onodi Eszter, hogy akik ilyen szinten tudnak prózát mondani, és így tudnak énekelni, ez egy nagyon-nagyon ritka dolog. Nagyon nehéz. Hát a másik országokban ez egy külön szakma, a musical színész, ez nem csinál más, csak musicalt játszik énekel. És ott sem tudja megcsinálni mindenki. Tehát óriási válogatásokon megy keresztül a szereplőgárda. Ez egy nagyon nehéz műfaj. Itt szerintem nagyon szerencsés a szegedi közönség, hogy ebben a szereposztásban láthatja a Chicagót. Janó, te tavaly azt mondtad, hogy olyan jelmezeket kell csinálni, hogy a legutolsó sor... Azt mondtad, hogy olyan jelmezeket kell csinálni, hogy a legutolsó sorból is pontosan lehessen azonosítani a karakter. Igyekszem olyat, igen, igen. Én például most ragaszkodtam, hogy sminkes legyen, pontosan azért, hogy például a mimika és a akár a szemeket is még talán lássák a nézők. Nagy szerencsém volt, hogy én már azért nagyon sokat tervezhettem, hála az égnek itt a Szabadtérén, úgyhogy emlékszem, hogy az Evita volt az első ilyen produkció, ahol kiharcoltam, hogy sminkes legyen, és folyamatosan szaladgáltam, akkor még az a fa állandó nézőtér volt, az a állandóra épített, és szaladgáltam fel az utolsó sorba, hogy lássam, hogy valóban az Evita szemét látom-e, és akkor nyugodtam meg, amikor igen. Melyik volt a legelső? Talán a Szuzai Mennyegző? A Szuzai Mennyegző volt, így van, és ott én még Seffer Judit, akkor 19, az akkor ilyen nagyon-nagyon nagy kezdetek, és akkor még csak jelmezeket összeállított a Pap János, akkor még Pap János néven dolgoztam, és aztán 2000-től vettem fel ezt a nevet a Pap János színművész kérésére, aki azonos néven dolgozik, és hát ő a rangidős, úgyhogy ilyenkor kikérhet ilyen megoldást, hogy művész nevet választ az ember. Tamás, ki ez az Áron, ez a karakter, akit te játszol a darabban? Ez egy másik ügyvéd, ugye nem a Billy Flynn, aki a Roxy Hartot védi, hanem ez azt a lányt védi, akit föl fognak akasztani, aki egyszerűen nem tudja elmagyarázni neki, az ügyvédnek nem tudja elmondani a történetet, és próbálom rábeszélni, hogy csak annyit mondjon, amit én mondok, és akkor talán megúszza, de nem érti azt sem, tehát ebből van a bonyodalom, ez is sajnos fölakasztják. Janó, te tervezted ennek a gálának is a ruháit, vagy te állítottad pár, össze? Párat, igen, a szólisták... Egy ilyen gálán mi a feladat?
hát, hogy egyrészt gyönyörűek legyenek, meg jól érezzék magukat, és hát sugalljon valamit kiragadva, egy pici eszenciát abból a szerepből, jelen esetben, amit aztán hallhatunk, vagy láthatunk, hiszen nem jelmezben vannak. Konkrétan most akiknek én Rácz Ritának vagyok a stylistja most jelen esetben konkrétan. Azt láttam, hogy az operett daloknál ott már azért megjelennek majd jelmezek, és a tánckar is jelmezbe, az énekkar is aránylag jelmezbe képviselteti azért magát, de azt kérte a rendező Barnák László, hogy amennyire lehet inkább koncertszerű legyen a megjelenése a szólistáknak, hogy éppen azt a tulajdonképpen semleges, de nagyon elegáns és nagyon-nagyon csillogó, és talán ebbe a nagy nézőtéri távlatba is jól mutató világot jelenítsünk meg. De természetesen itt azért majd a karaktereknél látszani fog, hogy nem mindenki csillog azért annyira, meg nem mindenki annyira... A lányok át is öltöznek, a fiúk azok nem mindig. Hát a fiúk végképp nem, igen, ők a dress code alapján fognak öltözködni, viszont a lányoknál azért... Mindenképpen egy picit kiragadott, de valóban koncertszerűbb és kicsit semlegesebb megjelenést próbáltam itt most. Tamás, te elég sok musicalt játszottál itt a színházban, mióta ide kerültél. A Sándor János, mikor ő volt a főrendező, különösen kultiválta ezt a műfajt, és sok mindent játszottatok. Hát... A Chicagót is csináltuk. Arra gondoltál? Arra is, vagy hát a... Jézus Krisztust, a Hert annak idején. Hát akkor ez újdonság volt, hogy színházba is bemertük vinni, mert nem voltunk képzettek ehhez a színészek. Mint ahogy mondtad te is, ez egy külön műfaj, egy külön színész fajtát igényel. Remekül kell énekelni, táncolni, és a prózát is jó kell mondani. Úgyhogy... Nekem volt szerencsém ez a Chicagót is játszani 94-ben, ha jól emlékszem. Sőt, hát Billy Flynn volt. Én voltam a Billy Flynn, ami most az Ervin, Nagy Ervin. Itt operett gála a második rész. Belehallgattál? Hány operett? Hány számba tudnál beállni? Hát 3-4-be biztos. Hát rengeteg operettben is játszottam, táncos komikusként. Meg aztán kiöregedett táncos komikusként, minden voltam. Igen, éppen azt beszéltük a lányokkal is, a Vajda Júliával és a Konya Krisztával, az operett azért jó műfaj, mert ott vannak fiatalok, vannak közük, és vannak idős szerepek is, ott így minden van. Generáció. Így van. Gondoltak a kiöregedett táncos komikusokra is. Igen, a Csárdás királynőben például. Így van. A generáció. A Feri bácsi igen. Például. Igen. Vagy a... Ugye, meg van a Bóni, meg aztán van a, igen. Van a Miska, igen. Igen, Miska Pincér, az is voltam. Igen. Érdekes, bocsánat, én még például operettet soha nem terveztem, úgyhogy nekem most lesz egy nagy hanem inkább szárnyalás, halálugrás, igen. A Mosoly országára kért most fel Harangi Mária, aki rendezni fogja itt majd a Nagy Színházba, úgyhogy... Ráadásul nagyon furcsa operett, mert annak nincs jó vége. Szeged közönsége is megláthatja, hogy mit tudok operett szinten. Mosoly országa. Azt én már nagyon várom, biztos jó lesz. Is. Na most akkor játék sorsolás következik, néhányan mosolyogni fognak, mert nyernek, majd segítsetek nekünk. Ugye azt kérdeztük, hogy a Holdvilágos éjszakán kiről álmodik a lány, ezt ki írta, Ejzeman Mihály írta, eredetileg a Fekete Péter című darabban van benne, de hát aztán más darabokban is megjelent. Nos, nyerhetnek két jegyet Varsányi Anna Anyák és a Lány című darabjára június 12-ére. Tamás, húz nekünk egy nyertest, és olvasd fel a nevét, keverd meg. Jó, megkevertem. Egy pirosat húzom. Egy pirosat, helyes. Tóth Gyuláné nyerte a Városházi jegyet, aztán ide a Domtéri Opera Gálára, Operett Gálára, amit Papjanó tervezett, egy nevet, egyet húzzál, légy szíves, bármelyet. Nincs összefüggés, igen, hogy fehér vagy. Amelyik szín jobban tetszik neked, te vagy a hát szakértő. Akkor én most egy fehéret fogok. Bár a fehér az nem is egy szín, azt szokták mondani. Tehát jöhet holnap ide.
Forrai Tiborné. Forrai Tiborné másodmagával jöhet, és végül 16-án a Domtéren az Elizabethre jöhet valaki, na én is húzok egyet, az Elizabethre, aminek itt volt az ősbemutatója egykoron. Egy pillanat. Köszönöm. Ballai Niki másodmagával ilyet az Elizabethre. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Mi köszönjük. Nagyon szívesen. Kéz- és lábtörést, vagy nem tudom, mit kell kívánni. Kedves nézőink, megköszönöm a figyelmet. Innen a Domtérről jelentkeztünk, ahol opera-operett gála lesz a jövő, illetve a holnap, és Körút lesz a jövő héten is. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra. A műsorvezetőt öltöztette a Kontex Szeged. A műsorvezetőt öltöztette a La Femme.